Szeretettel köszöntöm Önöket, így interneten, online köszöntöm a világ minden táján és a tengeren túlon részvevőket is. Én Czank Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdve nyitott a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett már piacvezető, és nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen is lett a szervezet piacvezető. Vezetésével már több százer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós, mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Kezdjünk is hozzá. Nézzük meg, kezdjünk azzal, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk. Az embereknek tudást juttatunk el, de milyen szintű tudást? Hát például az emberek szeretnek valamilyen szakmában tevékenykedni. 2013-ban lett egy hivatalos szakma, azt úgy hívják, hogy coach. Magyarul edző, és a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát a coach az képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet, mint egy edző. De ugye a világon sokféle coach van, tehát sokféle edző van. Hát a mi értelmezésünkben mit csinál a PPH-s edző, illetve a Nyílt Akadémiánál tanuló edző, tehát coach. Tehát olyan tudással rendelkezik, illetve eléri azt, hogy rendelkezzen, hogy rájöjjön a probléma, tehát a jelöltje problémájának az okára, erre rá tudja vezetni az okára, és rá tudja vezetni a megoldásra. Tehát egy coach képes arra, hogy megtalálja a valós okot és a megoldásokat is. És ebben segítségére legyen bárkinek, aki ugye kéri ebben a segítségét. De természetesen, hát hogyha az ember úgy működik, hogy van olyan tudása és tapasztalata is akár, hogy rájöjjön arra, hogy mi egy problémának a valós oka, és mi a problémának a megoldása, akkor nyilvánvaló, hogy a saját életében is ezzel a tudással pozitív hatást tud gyakorolni. Na most annak köszönhetően, hogy az embernek van ilyen tudása, vagy lesz valakinek ilyen tudása, képessé válik arra, hogy mondjuk ha valamit cselekedni kell, akkor helyesen cselekedjen.
ha valamit dönteni kell, akkor helyesen döntsön. Az emberek, a tudatlan emberek azt mondják, hogy a helyes vagy a helytelen az nézőpont kérdése. Hát egyáltalán nem az. Az etika kérdése. Tehát a helyes az, ami etikus. A helytelen az, ami nem etikus. És minél inkább helytelen valami, annál inkább nem etikus. És minél inkább helyes valami, annál inkább etikus. Tehát egy ember, hogyha ismeri azokat az élettörvényeket, és ember működéséről és az élet működéséről a tudást, akkor képes arra, mivel ennek a tudásnak része az etika is, hogy annak alapján cselekedjen. Tehát a legegyszerűbb úgy mondani, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Na most a legnagyobb jó érdeke a következő: ami jó az egyénnek, ami jó a családjának, ami jó a közösségnek vagy közösségeknek, ami jó az emberiségnek, ami jó az élővilágnak, ami jó az élettelen dolgoknak, ami jó a szellemnek, léleknek, és ami jó az Istennek, vagy az isteneknek. És ha ezt így végignézzük, ugye ez a legnagyobb jó érdekében való cselekvés. Hát manapság nem feltétlenül olyan világban élünk, hogy azt láthatod, hogy a legnagyobb jó érdekében való cselekvés. Én sok mindent tanultam az életemben, hiszen az ismeretek szerzését az 91. januárjával kezdtem el. Onnantól foglalkozok olyan dolgokkal, illetve akkor kezdtem el foglalkozni olyan dolgokkal, hogy emberismeret, majd 98-tól kezdtem el foglalkozni olyan dolgokkal, hogy életismeret, és természetesen ugye ember és életismeret, az együtt való foglalkozás az lényeges, de ugye akkor tud az ember tapasztalatra is szert tenni, hogyha van hol gyakorolni az ember és életismeretet. Hát nekem volt hol gyakorolni, hiszen 91-től van saját szervezésű csapatom, és 93-tól már vezettek is és tanítok is embereket. Tehát lényeg az, hogy ha valaki tudást szerez, akkor lehet, hogy egy kicsit másként látja azokat a dolgokat, ami jelenleg van. Mondok nagyon egyszerű dolgokat. Foglalkoztunk egészséggel 95-től valamilyen szinten napjainkig, de amikor főtevékenységben foglalkoztunk, ez 96-tól 2000-ig volt gyakorlatilag, 4 évig egészséggel való foglalkozás volt a főtevékenységünk. Hát abban az egy tevékenységben nem sikerült piacvezető pozíciót elérni, de nem is törekedtem rá, megmondom őszintén, de bármit, amit előtte csináltunk, abban sikerült, és azóta is sikerül ezt megvalósítani, hogy piacvezetők legyünk azon a területen, amiben belekezdünk. De annak ellenére, most képzeljétek el, mi úgy foglalkoztunk, tehát annak ellenére, hogy nem értünk el piacvezetői pozíciót, közel sem, de mondom, nem is törekedtünk rá, mégis olyan tapasztalatokra tettünk szert, hogy például mi úgy nyújtottunk embereknek étrendkiegészítőket, hogy előtte leteszteltük, hogy az az étrendkiegészítő az vajon rá milyen mértékben fog pozitív hatást gyakorolni. Erre van egy módszer, nem kell hozzá semmilyen gép, csak kell az a személy, aki a terméket fogja használni, kell a termék, be se kell vennie azt a terméket, és le lehet tesztelni, hogy az illetőre milyen pozitív hatást, vagy akár milyen negatív hatást gyakorol bármilyen termék. Csak mondok egy példát, kimosod a ruhádat mondjuk vegyszerrel, és utána én bebizonyítom neked, hogy legyengít téged.
a ruhád. És ezt fizikailag te meg tudsz róla győződni, és ez, amikor az emberek ilyenekről meggyőződnek, akkor kicsit ledöbbennek. Na és bármit, ami érintkezésbe lép veled, tehát belsőleg vagy külsőleg, azt le lehet tesztelni, hogy most erősít vagy gyengít, tehát magyarul energiát veszel tőled, vagy energiát ad számodra. Jó, és mi ilyen alapon kezdtük el az egészséggel való foglalkozást 95-től, képzeljétek el. Na most én nem találkoztam azóta igazából olyan szervezettel, tehát szervezett egyénekkel találkoztam, de szervezetekkel nem találkoztam, amelyik ilyen alapon adtak volna például el étrendkiegészítőket, hogy az illetőnek használ-e, vagy nem használ, vagy mennyire használ. Jó, és ugye azáltal ugye sokkal behatóbban ismerkedtünk meg az egészséggel és az emberek egészséghez való hozzáállásával, és az immunrendszerünk egészséghez való hozzáállásával sokkal behatóbban ismerkedtünk meg, mert igazából nem a termékekért foglalkoztunk azzal, hogy egészséggel foglalkozunk, hanem az emberek miatt foglalkoztunk ezzel. Egyébként egy nagyon jó tanulás is volt, és ugye, de hát ezt ugye főtevékenységként abszolút abba hagytuk 2000-től, amikor a coach képzésbe belekezdtünk. Na most miért mondom ezt? Mert ugye hát itt az egészségügyel való, vagy egészséggel való foglalkozás, nem egészségügyel, az egészséggel való foglalkozás során sok mindent megtanultam, és sok mindenről meggyőződtem, és akkor győződtem meg arról, hogy mennyire vannak negatív hatással az emberre a vegyszerek. Tehát a vegyszerek. Tehát mondom még egyszer, bárkinek fizikailag 5 percen belül bebizonyítom, úgy, hogy az ő vegyszerrel kimosott ruhája elvesz tőle energiát. Oké? Tehát úgy, hogy csak hozzád ér a ruhád. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy most képzeld el, hozzád ér valami, és elveszi az energiádat, akkor onnantól kezdve gondold végig, hogyha beviszel olyan dolgot, ami vegyszer, az vajon mennyire veszi el az energiádat? Csak mondok példát, ugye akkor kezdtünk el foglalkozni, én azóta, ha veszek valamit, és rá van írva, hogy mit tartalmaz, akkor megnézem, és ha olyat tartalmaz, nem veszem meg. Mert azt is tanultam, hogy mennyire fontos, hogy minél kevesebb vegyi anyagot vigyünk be a szervezetbe. Na most a vegyi anyagok azok nem kompatibilisak az emberrel. Tehát ami azt jelenti, hogy bármilyen vegyi anyag, tehát a szervezetbe jutva igazából kismértékű méreg. És minél nagyobb a vegyi anyag bejuttatása a szervezetbe, annál nagyobb mértékű mérgezés se fog a szervezet találkozni. Na most természetesen ezzel kapcsolatban a szervezetnek van egy védekező mechanizmusa. Ugye, hát nem minden kerül be közvetlenül a vérbe. Hát ugye a vérbe injekción keresztül bármit közvetlen be lehet juttatni, vagy egy sérülésen keresztül bármit be lehet juttatni, de egyébként a szervezetnek megvan a kellő védő mechanizmusa, hogy a vérbe bekerüljön olyan anyag, ami nem oda való. Tehát ott kezdődik a probléma, hogyha a vérbe bejut valami olyan anyag, ami nem oda való, és ami nem kompatibilis a szervezetünkkel, akkor, tehát nincs összhangban a szervezetünk működésével, magyarul, akkor onnantól kezdve ez úgy működik, hogy a szervezet nem tudja a védekezését megtenni. Tehát miért? Mert a vér az minden részébe az összes sejthez eljuttatja a méreganyagot.
Tehát onnantól kezdve ez azt jelenti, hogyha vérbe bekerül a vegyi anyag, az onnantól kezdve az egész szervezetre negatív hatást fog gyakorolni, mert a vér az minden pocikádba elviszi ugye a mérget. Na most még egyszer mondom, minden vegyi anyag a szervezet számára méreg. Oké? Nyilván nem nagy méreg. Tehát például akármilyen hihetetlen, nagyon kis adagolásban a cián sem halálos. Oké? Ami azt jelenti, hogy a kis mértékben a mérgek nem halálosak. Na most például vannak olyan kábítószerek, amit közvetlenül ugye injekción keresztül adnak be az emberek. Annak sokkal drasztikusabb a hatása, mint ha mondjuk egy tablettán keresztül veszi be. Nem tudom, tudjátok-e, mennyire tudjátok, ezt is tanultam, és meggyőzöttünk róla, hogy úgy van. Tehát én szerettem mindent úgy tanulni 91-től, hogy meg is győződök róla. Oké? És ha nem tudtam róla meggyőződni, hogy az úgy van, akkor ott elkezdtem kétséget avval kapcsolatban létrehozni, és onnantól kezdve az biztos, hogy nem tanítottam, hanem győződtem meg róla. Na most akkor nézzük tovább, tehát a méreganyagok, ha bekerülnek a vérbe, és ezáltal a szervezetbe szétviszi, akkor baromi nehéz kiszedni a szervezetből. Tehát ez a kulcs, pont. Tehát ha valaki mondjuk nem úgy viszi be a mérget, hogy a vérbe, hanem úgy viszi be a mérget, hogy mondjuk lenyelve, akkor a szervezetnek van egy védekező mechanizmusa a mérgekkel szemben. És ez a kiválasztás. Tehát először úgy kezdődik, hogy bélbolyhok, és utána pedig a kiválasztás. A vese és a máj ugye betölt egy olyan szerepet, hogy a mérgeket, a mérgek ne tudjanak olyan mértékben, vagy akár egyáltalán ne tudjanak bekerülni a szervezetbe, tehát a vér áramba. Tehát ami amit jelent, hogy nem tudom mennyire tudjátok, hogy hogyan alakul az emberek felszívódó képessége. Tehát az azt jelenti, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb az a bélboly, ami nincs eltömődve, és ezáltal, tehát ugye tudjuk, hogy a bélbolyhaink, ha kiterítenénk, akkor egy futballpányányi területet fedne be. Na most, a bélbolyhaink azt a célt szolgálják, hogy felszívják, amit beviszünk a gyomrunkba. És lényeg az, hogy ahogy idősödik az ember, a bélbolyhok tömődnek el, és egyre kevesebb a felszívódás, ezért van az, hogy az emésztés például az idősebb embereknek már nem olyan, mint fiatalon. És ezért lesz például a székrekedés, vagy ezért lesz például a hasmenés, stb. Stb. Jó? Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogyha például beveszel egy szemvitamin, akkor mitől függ, hogy mennyi szívódik fel? Függ attól, hogy milyen olyan anyagból csinálták, amelynek a felszívódó képessége jobb vagy rosszabb. Tehát egyszerűen vannak jobban felszívódó anyagok, és vannak kevésből felszívódó anyagok. De a nagyon jó felszívódó anyagok is, a nagy része az megsemmisül és nem szívódik fel. Oké? A nagyobb része. Ami kevésbé szívódik fel, annak a nagyon nagy része az megsemmisül, tehát magyarul valamint ha be se vetted volna, kiürül a szervezetből. Oké? Na most, miért mondom ezt? Mert
úgy lehet számolni, hogy a tápanyagot, amit beviszel, annak körülbelül jó, ha a tizede hasznosul. Jó? A többi az gyakorlatilag nem hasznosul. Tehát miért van ez így? Nagyon egyszerű. Pont azért, ha valami esetleg olyat viszel be a szervezetedbe, aminek nem lenne jótékony hatása rád nézve, akkor ne okozzon olyan nagy bajt. Világos ez? Tehát ezért van az, hogy például az idősödő szervezetben, tehát az idősödő emberek így széltébe terebélyesednek. Tehát megnézed, átlagosan minél idősebbek az emberek, annál terebélyesebbek. Miért? Nagyon egyszerű, mert annál nehezebb a hasznosítása a tápanyagnak, és annál többet kell enniük, mert a szervezet kívánja a tápanyagot. Tehát ha egy embernek nagyon jó a felszívódása, akkor a szervezet közel nem kíván annyi tápanyagot, annyi ételt. Világos ez? Ez egyébként letesztelték, hogy mi van akkor, hogyha tápanyagdúst élelmiszert kapnak az emberek, mi van akkor, hogyha megvonják a tápanyagokat az élelmiszerekből. Tehát például amikor megvonták az élelmiszerekből a tápanyagot, egy ilyen csoportnál csinálták ezt, kénytelenek voltak befejezni a kísérletet, mert elkezdték egymást gyilkolni. Tehát kannibalizmus felé mentek. Ezt csak úgy mondom. Tehát nyilván előtte abba hagyták. Tehát ha megvonják a szervezettől a tápanyagot, akkor a szervezet éhezik, és többet és többet és többet akar enni. Világos ez? Ha minél jobb a felszívódása a szervezetnek, annál kevesebb tápanyagra van szüksége, illetve táplálékra van szüksége, mert megfelelő tápanyagot ki tudja választani. Oké? Na most ezért fontos például olyat csinálni, ami a bélbolyhok tisztítását eredményezi, tisztulását eredményezi. Erre vannak szerek egyébként, olyan szerek, természetes szerek, mondom, nem mesterséges, természetes szerek, amely kifejezetten a bélbolyhokat tisztítják. De ez most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát lényeg az, hogy amióta én ezeket tanultam, ezeket a dolgokat, én nézegetem, hogy mi mit tartalmaz. És lehetőleg kerülöm a vegyi anyagok bőséges használatát, érted? Tehát igazából ugye hol kerülhetünk kapcsolatban vegyi anyagokkal? Hát ugye elsősorban a táplálékkal, meg a folyadékkal, tehát folyadék, táplálék, tehát amit beviszünk magunkba. Másodsorban a levegővel, jó kis vegyi anyagdús levegő, az is kifejezetten előnyös, és a harmadik pedig a bőrön keresztül. Tehát mivel a bőr nagy felület, ezért ugye ha, még ha kismértékben is, tehát mit tudom, hogy mondjuk egy négyzetcentiméter kismértékben is képes a felszívódás, tehát az anyagoknak a felszívására, de hát mekkora bőrünk van. Tehát az egyik legnagyobb felület. Jó, tehát ezért ugye egyáltalán nem mindegy, hogy maga a bőr is milyen anyagokkal találkozik, mennyire vegyi anyagokkal, dúsított anyagokkal találkozik. Na most, akkor ezt nézzük meg, mi baj van a vegyi anyagokkal, tehát nem természetes vegyi anyagokkal. Tehát a vegyi anyagokkal az a baj, hogy a vegyi anyagok azok mivel nem, tehát nem a természetünk része, ezért ott kezdődik, hogy energiát veszel. És ezt fizikailag be lehet bizonyítani, nagyon egyszerű, ha nem hiszed nekem, nézz utána, úgy hívják, hogy kineziológiai teszt. Jó? Kineziológiai izom tesztel, gyönyörűen ki lehet tesztelni,
hogy bármilyen vegyi anyag milyen hatást kelt benned, rajtad. Tehát például mi csináltunk olyan teszteket, hogy termékeket úgy adtunk el mindig teszttel, megmutattuk, és például valaki nem hitte, akkor fogtuk, és kezébe nyomtunk mondjuk egy levélgyógyszert. És az illető ilyen izomkolosszusként olyan gyengéve vált, mint a harmat. Érted? Pedig csak ez érintkezett, ez a bőrfelület. A vegyi anyaggal, ráadásul nem is közvetlenül, mert hát a vegyi anyag az be volt csomagolva, mert egy levélgyógyszer lett a kezébe adva. Oké? Okay? Na szóval, lényeg az, hogy gondold végig, hogy a vegyi anyagok azok először is elveszik az ember energiáját. Ez ugyanaz, mint például ezt is leteszteltük, hogy az elektroszmog vajon elveszi az energiát, piszkosul. Tehát például ki lehet próbálni, hogy milyen erős valaki, ennek megvan a technológiája, hogy kezd megnézni, és utána megfogsz egy olyan vezetéket, amiben áram folyik, sőt be sincs dugva fogyasztó, mondjuk egy hosszabbítóba, nincs bedugva a fogyasztó, és már rögtön kevesebb energiád lesz, sokkal gyengébb leszel. Minél erősebb az elektroszmog, ugyanúgy, mint minél intenzívebb a vegyszer, minél nagyobb dózis a vegyszer benne, abba az anyagba, annál gyengébbé teszi az embert. Na most, de van egy fontos dolog. Az, hogy a folyamatos gyengítés, tehát az elektroszmog folyamatos gyengítése és a vegyi anyagok folyamatos gyengítése folyamatosan gyengítik a szervezet védekező képességét. Magyarul az immunrendszert. Ezt nem most tanultam ezeket a dolgokat, nehogy azt higgyétek. Ezeket kérlek szépen 14 évvel ezelőtt, 13 évvel ezelőtt. Na most, ez azt jelenti, hogy és nem csak tanultam, hanem ugye ezt be is bizonyítottuk, meg először nekem kellett ugye bebizonyítaniuk, mert ugye én is olyan vagyok, meg voltam is mindig, hogy hiszem, ha látom. Jó? Meg hiszem, ha megtapasztalom, meg hiszem, ha meggyőződök róla. Jó? Mert nem csak hiszem, ha látom, mert nem csak a látással lehet meggyőződni dolgokról. Szóval lényeg az, hogy a vegyi anyagok úgy működnek, hogyha csak és az elektroszmog is úgy működik, hogyha csak érintkezésbe kerülsz vele, abban a pillanatban már is gyengíti az erődet, az energiádat. Elveszi az energiádat. Ha ez tartós, ez a gyengítés, akkor pedig immunrendszer gyengítést okoz. Tehát legyengül az immunrendszer. Mit gondoltok, miért van annyi gyenge immunrendszerű ember? Nem csak azért, hogy a tápanyagban nincs, vagy a táplálékban nincs annyi tápanyag. Nem csak azért. Hanem azért, mert olyan dolgokkal találkozik a szervezet, ami elektroszmog. Na mi az elektroszmog? Hát az elektroszmog úgy kezdődött, hogy áram. Régen ez ellen úgy védekeztek, hogy fémcsövekbe húzták a vezetékeket. Tehát a falban lévő csövek, azok fémcsövek voltak. És ezáltal a fémcső az leárnyékolja az elektroszmog útját. És nem jött ki a falból az elektroszmog. De ezt megszüntették, most műanyagcövekben vezetékelnek. Ami azt jelenti, hogy végig, ameddig fut a vezeték, az bizony sugároz. Ha nem hiszi valaki, nekem van itt elektroszmog mérőm. Itt van. És be tudom bizonyítani bárkinek, hogy ez a készülék bizony működik, amikor közelébe viszel egy bármilyen működő gépnek, vagy akár a konnektornak. Jó, tehát lényeg az, csak egy elemet kell beleraknom, éppen most nincs, az nincs benne, mert ugye általában
ezekre az előadásokra, amit itt az elején tartom, ezekre nem készülök. Ez az általában az azt jelenti, hogy nem tudom hány évvel ezelőtt készültem utoljára, az első előadásra. Miért? Mert ezeket, ahogy mit tartsak, mindig kapom. Na mindegy, lényeg az, hogy nézzük tovább. Tehát az elektroszmog az nagyon nagy problémákat okoz, és a vegyi anyag nagyon nagy problémákat okoz, hogyha az tartós. És ha nagy mértékű. Tehát ha nagy mértékű. Tehát például valaki, tehát mit kezdtem, mondtam az áramot, mi jött utána? A rádióhullámok. Tehát rádióhullámok. Tehát először szó szerint nem véletlenül rádióhullámoknak nevezték el, mert a rádiókhoz kapcsolódtak ezek a hullámok. De azóta már nem csak a rádiókhoz kapcsolódnak ilyen hullámok, hanem a mobiltelefonokhoz. Stb. Stb. Ezek ellen a hullámok ellen gyakorlatilag árnyékolással lehet védekezni. Na most ezek úgy működnek, hogy minél magasabb frekvencia, annál károsabb a szervezetre. Tehát annál, mit jelent a káros? Tehát nehogy az itt, hogy mit tudom én, mit csinál a szervezet, nem, legyengíti, tehát mondom a folyamatot, legyengíti a szervezet energiáját, tehát kevesebb energiád lesz, ezáltal egy idő után az immunrendszered is legyengül, és a betegségekkel szemben kevésbé leszel ellenálló. Tehát így történik. Tehát például megállapított tény, hogy olyan környezetben, ami vegyi anyagdús, vagy olyan környezetben, ami elektroszmogdús, ha valaki tartósan él, akkor a szervezetnek felbomlik az a működése, hogy a szervezetnek vannak állandó kóros sejt képződése, de az immunrendszer levadásza ezeket a kóros sejteket, és kivezeti a szervezetből. És ha tartósan ilyen hatás alatt van valaki, akkor a szervezet elveszti ezt a képességét, az immunrendszer elveszti ezt a képességét, és nem vadásza le a kórosan burjánzott sejteket, és az illető rákos lesz. Ha szerencséje van, akkor jó indulatú, ha nincs annyira szerencséje, akkor rossz indulatú. Jó, tehát ilyen hatás sokat ér el az ember. Na most, tehát minél magasabb frekvencia, a villanyáram az alacsony, viszonylag alacsony frekvencia. Annak idején a rövid hullám meg a közép hullám az viszonylag alacsony frekvencia van. De ugye elkezdték emelni ezeket a frekvenciákat. Lett az ultrarövid hullám, majd lett ugye a mobiltelefonnál a 450, majd a 900-as, majd az 1800-as, és most már az 5G-vel a 60.000 hertznél tartunk, vagy gigahertznél, mit tudom én, de sose volt ilyen magas. Na szóval, és minél jobban emelik ugye a frekvenciát, annál károsabb az ember szervezetére. Na ugyanígy a vegyi anyag is, minél több vegyi anyaggal, meg minél intenzívebb vegyi anyaggal találkozunk, annál károsabb a szervezetre. Tehát ami azt jelenti, ezt a károsságot mindig úgy értsd, hogy a szervezetet legyengíti, tehát a szervezet működése meggyengül, az egyén működése meggyengül, azt veszi észre, hogy fáradékonyabb, sokkal, mint régebben, és ugyanilyen fáradékony lesz az immunrendszere is, világos ez? Mit csinál egy fáradt ember? Pihen. Mit csinál egy fáradt immunrendszer? Nem dolgozik, hanem pihen. Világos ez? És nem azzal foglalkozik, hogy védekezzen, érted? Hanem pihizik. Már legyengült. Érthető? Jó, tehát képletesen, tökéletesen így működik. Szóval, ezáltal, ha megnézzük, amit az imént elmondtam, minél magasabb frekvencia, és minél intenzívebben sugározzák, tehát minél nagyobb teljesítménnyel sugározzák, annál károsabb. Ugyanúgy, mint a vegyi anyag, minél intenzívebb vegyszer, vagy minél nagyobb dózisban van ez az intenzív vegyszer, annál károsabb a szervezetre. Jó, hát ez teljesen logikus egyébként, ez csak a buta nem érti.
Szóval lényeg az, hogy ez úgy működik, hogy amikor itt vannak ezek a hatások, például mondjuk én meg rökönyödve láttam, mert a 90-es év, vagy a 2000-es években az egészséggel való foglalkozáskor már azt is tanultuk, hogy ezek az adótornyok mit képviselnek az ember szervezetére, tehát milyen káros. És tanultuk azt, hogy például egy mobiltelefon torony közeli, adótorony közelébe 150 méterben nem szabadna lakni. És azért mondom, hogy megrökönyvedve láttam, mikor elkezdték telepíteni azokra a házakra, amiben több száz ember lakik. Érted? Több száz ember. Tehát ilyen több házak, 10 emeletes, vagy van olyan, hogy Újpalotán 18 emeletes tetején ott van. És mennyien laknak abba? Tehát 150 méteren belül, gondold végig, mondjuk egy lakótelepen, ahol tele van 10 emeletes házzal, vagy például nyugaton akár 50 emeletes házzal, vagy 100 emeletes házzal, hát mennyien laknak benne? Hát akár több ezer ember. És több ezer ember 150 méteren belül lakik. Érted? És akkor csodálkoznak, hogy fáradtak, csodálkoznak, hogy nyaralni akarnak állandóan, meg pihenni, kipihenni a pihenést, meg utána hazajönnek kipihenni a pihenést. Érted? És akkor csodálkoznak, hogy nincs energiájuk. Ráadásul ilyen mini adóvevőt, mert a vevő az nem gond, mini adóvevőt is használnak. Ugye? Mini adót, mert nem a vevéssel a frekvencia vevőjellel van gond, hanem a adással. Az azt jelenti, hogy maga a telefon az egy adó. Milyen adó? Hát ez egy magas frekvenciájú adó. Mikrohullám. Az egy gyengített mikrohullámú sütő. Érted? Tehát az azt jelenti, én ha csak lehet, nem tartom a közelembe. Tehát beszélni zsinóron keresztül beszélek. Vagy kihangosítással távolabb tőlem. De az a legtöbb egyébként a kihangosítás. Tehát hogy még zsinóron keresztül se legyek kapcsolatban vele. Bár ezek a telefonok közel nem sugároznak olyan energiával, most nem frekvenciát mondok, energiával, mint a régiek. De viszont magasabb frekvenciával sugároznak, mint a régiek. Na mindegy. Na és ugye most már vesznek olyan telefonokat is, ami még nagyobb frekvenciával sugároznak, lehetőleg 5G-vel. És ugye az 5G az még rosszabb ebből a szempontból. Na most, tehát az ember úgy működik, hogy nem, tehát nem ahhoz lettünk gyártva mi emberek, hogy akkor a Földön, amikor az emberiség létrejött, amikor legyártattak minket, nyilván most idézővel be ezt a legyártást, akkor valahogy nem volt ilyen technika. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy nem erre a technikára lett gyártva a mi szervezetünk. És a mi szervezetünk a természetre lett gyártva. És ha nem természetes anyagokkal kerül kapcsolatba, akkor az nem pozitív hatású. Tehát például mondjuk beülsz egy autóba, és akármilyen hihetetlen, az autóba is van elektroszmog. De beülsz egy villanyautóba, ott meg brutál elektroszmog van. Ezért beszéltem múltkor, vagyis beszéltem múltkor erről, és beszéltem utána egy taxissal. Most, ja, most már tudom akkor, hogy mikor elektromos autóval jártam, taxiztam, hogy miért voltam állandóan fáradt. Most meg mit csinálnak az emberekkel? Ugye azt, hogy milyen környezetbarát az elektromos autó, az közben a gyártása sokkal környezetszennyezőbb, mint a másikoknak. Utána azt az áramot, amivel vegy, hát az sem naperőművek hozzák létre jellemzően, vagy szélerőművek, hanem olyan erőművek, ami környezetszennyezők.
Na mindegy. Tehát mit jelent, hogy brutál? Minél nagyobb áram folyik a vezetékekben, annál nagyobb az elektroszmog. Világos ez? Ilyen egyszerű. És ha kiszámolod, az autó, a villanyautókban brutál áramerősség megy. Tehát brutális. Na most akkor nézzük tovább. Tehát én biztos, hogy nem fogok venni soha villanyautót. Tehát soha. Soha. Ha csak nem ilyen kis, tudod, ilyen kis távirányítósba. De olyan, amiben az ember beleül, olyan biztos, hogy nem. Na most akkor nézzük tovább. Tehát az embernek tudnia kellene, információval kellene rendelkeznie, hogy mi az, ami a működését gyengíti. Tehát ugye én képzésekkel foglalkozok, emberekkel foglalkoztam nagyon sokáig, mostanában ugye sajnos nem nagyon tudunk találkozni, de én mindig megfigyeltem azt, hogy hát eléggé fáradékonyak az emberek. De miért? Nem ismerik ezeket a dolgokat. Tehát nem ismerik. Tehát mit mondok példát, jó? Mi nekünk a házunknak a fala pont teleghatáron van, és erre a szomszéd az ilyen lámpa megvilágítás céljából a mi falunkon végigvett vitt egy vezetéket. Rögtön az volt a reakciónk, hogy belülről levédőfóliáztuk, tehát fémfóliával a falat. Abba a pillanatban. Oké? Hát nyilván úgy, hogy nem látszik ez, mert ugye le lett takarva, de abban a pillanatban elkezdtük ugye ezt megcsinálni. Tehát mert nem hiányzik nekünk az, hogy ott vagyunk a fal túloldalán, érted? Ráadásul az ágyunk is ott van, hogy ott nekünk az elektroszmogot pont éjszaka, mert éjszakai megvilágító lámpát csináltak oda, és a falunkon vezették végig. Mondom, rögtön az lett az első dolgunk, hogy belülről fém árnyékolás. Na mindegy, szóval mivel mi ismerjük ezeket a tényeket, mert fizikailag bebizonyított tények, tehát bárkinek, még a legpesszimistábbnak is be lehet bizonyítani, és akkor leesik az álla, érted? Mikor ilyeneket lát, akkor onnantól kezdve ugye mi teszünk azért, hogy lehetőleg azok a dolgok, amik az energiát elveszi az embertől, azok minél minimálisabbak legyenek. És tehát például olyannal is, hogy én figyelem, hogy milyen vegyi anyagokat tartalmaz mondjuk az az élelmiszer, amit az ember vesz. Hát nyilván gyümölcsre nincs ráírva, de mondjuk egy kész, valamilyen szinten kész dologra rajta van, érted? És tehát mondjuk megnézzük egy ilyen brutálisabb anyag, ugye mivel foglalkoztunk étrendkiegészítővel, az 1000 mg mondjuk C-vitamin, az már elég brutális mennyiség. De annak ugye tudnunk kell, hogy csak a töredéke szívódik föl. Tehát nem az egész. Tehát ugye átlagosan azt mondtam, hogy az embereknél átlagosan a tizede szívódik fel annak a mennyiségnek, amit tartalmaz és felszívódhatna bármilyen anyag. Hát átlagosan, nyilván vannak olyan anyagok, amiknél ez magasabb, van, ahol alacsonyabb. Tehát az 1000 mg C-vitamin, ugye az egy elég jó mennyiség. Na most, akkor nézzünk például egy másikat. Ugye tudjuk, hogy 1 ml víz az 1 gram. Ugye ebben tisztában vagyunk. Tehát 1 ml víz, ha nem hiszed, számolt ki. Na, tanultál ilyen számításokat, számolt ki. Ugye az 1 gram, 1 ml az 1 gram. Na most, ha minden igaz, akkor talán 1000 mg az 1 gram. Talán, nem? Tehát 1000 mg, mert a milli az mindig az 1000,
az minden igaz 1 gram, nem? Tehát magyarul beviszel egy 1000 mg-os C-vitamint, akkor bevittél 1 gram C-vitamint. Oké? De annak mondom, a töredéke szívódik fel, akármilyen jó megcsinálták azt. Nyilván, hogyha régi technológiával, akkor még kisebb a felszívódás. Na most, hogyan működik ez? Tehát ha felszívódik egy méreganyag, tehát az emberek csinálnak olyanokat, hogy ugye tudjátok, hogy a drogok nagy része az már mesterséges. És beviszik a drogokat, és onnantól kezdve ugye az a baj, hogy bekerül a vérbe, és hát a szervezetből nem tud kikerülni. Tehát a szervezetbe bekerült vegyi anyagoknak az a legnagyobb problémája, hogy nem tud hagyományos módon kikerülni. Hát akkor kerül ki a májon keresztül, amikor beviszed, megeszed, érted? Akkor kerül ki a vesén keresztül, érted? Ha megeszed, érted? De ha mondjuk egy drogos beszúrja magának injekcióként, az ki van kerülve a vese, meg ki van kerülve a máj, meg minden kiválasztó egyéb dolgunk, érted? Ki van kerülve a bélbojtótól kezdve, mindenki van kerülve. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy injekcióban, ha beviszel egy vegyi anyagot, az kiszámoltam, körülbelül olyan, mintha 50.000 mg-ot vinnél be a szervezeteden keresztül. Tehát mennyit tartalmaz egy injekció? Körülbelül 2 gram, 2 milliliter. Oké? Tehát a 2 gram az körülbelül annyi, mint hogyha bevennél mondjuk 50 szem C-vitamint. Tehát ezért például hallottam ilyen rák elleni védekezést még régen, hogy intravénáson adták a C-vitamint. Pont azért, mert a szervezeten keresztül egyszer nem tudsz annyit bevinni, hogy az olyan mértékű hasznosulás legyen, mint amit intravénáson, tehát injekcióba beadnak. Oké? Vagy nem injekcióba, hanem csepegtetéssel, ugye, infúzióval. Szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig, hogy például teszteltük azt, hogy bárkin, hogy egy olyan gyógyszert a kezébe adtuk, amit ő nem szed. Minden teszt mindenkinél azt mutatta, hogy legyengítette. Sőt, képzeljétek el, még a legtöbb esetben azt is láttuk, hogy olyan, amit az orvosa írt föl, gyógyszert, és azt fogta meg a kezében, az is legyengítette. Persze voltak olyanok, hogy nem gyengítette, de nem is erősítette. De olyat, hogy erősítette a gyógyszer, olyan én nem emlékszem, hogy bárkit teszteltünk volna. Tehát a saját gyógyszere. Tehát a saját gyógyszere. Na most, ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy a gyógyszereket miből csinálják? Hát régen ugye valamilyen szinten csináltak természetes anyagokból, hát most már mesterséges anyagokból, és elsősorban vegyi anyagokból. Mióta csinálják vegyi anyagokból? Nem tudom, tudod-e? Mióta az olajbizniszből kénytelen volt a Rockefeller beszállni a gyógyszerbizniszbe. Ez a háború elején volt. Milyen háború? A második világháború elején. Tehát a második világháború előtt, képzeljétek el, a Rockefellernek a teljes amerikai olajkitermelésnek a 70%-a az ő kezükben volt, a Rockefeller család kezében. És mivel ez óriási függőséget okozott,
főleg az amerikai államnak, ezért törvényt hozott avval kapcsolatban, hogy mennyi lehet a tehát egy család kezében mennyi százalék lehet. És akkor kénytelen volt ilyen keresztvásárlásokat csinálni, hogy akkor megvették az ő tulajdonát, ő meg cserébe megvett gyógyszerrészvényeket. Például így kaparintotta meg a tulajdon jogának mit tudom én hány százalékát a német Eagle Farbének. Megvásárolta az Eagle Farbét, és onnantól kezdve, illetve az Eagle Farbének lett részvénytárs tulajdonosa, és onnantól kezdve kezdődött az, hogy minél jobban vonuljon ki az egészségügy a természetes gyógyításból, és minél jobban menjen be az egészségügy a mesterséges anyagokkal való gyógyításba. Nyilván a mesterséges anyagoknak a gyógyításával, tehát gyógyítása révén jóval olcsóbb gyógyítási megoldásokat dolgoztak ki, mint a természetes anyagokkal, és jóval nagyobb mennyiségben tudták előállítani a gyógyszereket, mint előtte a mesterséges vagy a természetes anyagok által. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól elindult az, hogy a gyógyszerek azok alapvetően vegyi anyagokból vannak, vagy teljes egészében vegyi anyagokból vannak. Na most ez miért fontos? Mert még egyszer mondom, ami bejut az ember szervezetébe, a szűrőrendszerünkön keresztül, a kiválasztó rendszerünkön keresztül, szűrőrendszerünkön keresztül, ami bejut ténylegesen a szervezetünkbe, azt nagyon nehéz eltávolítani. Tehát az természetes módon, kiválasztással már nem lehet eltávolítani. Ami azt jelenti, hogy nem tudod kipisilni, ami már bekerült, és nem tudod kikakilni, ami már bekerült. Világos ez? Egyetlen egyet tudsz, nem árulom el, hogy mit, jó? Az már képzés. Nem mondom el, hogy mi a megoldás arra, hogy hogy kerülhet ki a szervezetből. Jó? Az már képzés. Na mindegy. Lényeg az, hogy ott van, és azt képzeld el, valaki bevitt mondjuk egy nagyobb dózist, akár évtizedek múlva is ki mutatható. Tehát például mondjuk valaki heroint beadagolt magának, és akkor mit tudom én, 20 év múlva nézik, és 20 év múlva ugyanott ott van a szervezetében a heroin. Érted? Ugyanúgy. Pedig mondjuk 20 év, csak egyszer nyomtak be neki heroint. Egyszer. Érted? Egyszer benyomtak neki heroint, vagy benyomott magának, és utána mondjuk nézik 20 év múlva, és ott van a szervezetében a heroin. Oké? Na most, akkor nézzük tovább. Ezt most azért mondom el nektek ezt a kis történetet, mert érdemes végig gondolni, hogy megértsd a dolgokat. Na most, nézzük még, beszéljünk egy kicsit az immunrendszerről. Tehát az immunrendszer úgy működik, hogy akkor tud tökéletesen működni, hogyha rendben van a felszívódásunk, rendben van az életünk, minél stresszmentesebb, annál jobb. Mert nagyon számít, hogy milyen hangulatban vagyunk, az immunrendszernek nagyon fontos. Egy rossz hangulatú ember, tartósan rossz hangulatú embernek az immunrendszere nem lesz jó. Na most, de mi kell ahhoz, hogy jó állapotban legyen az ember? Hogy minél jobban megoldja az élethelyzeteit. Minél kevésbé tudja megoldani az élethelyzeteit, annál stresszesebb lesz az élete, és a minél stresszesebb valakinek az élete, annál rosszabb hangulatba kerül. És minél rosszabb hangulatba kerül, annál gyengébb lesz az immunrendszerének a működése. Tehát megnézed, ha te jó hangulatban vagy, sok energiád van. Ha rossz hangulatban vagy, basszus kulcs, nincs energiád. Minél rosszabb hangulatban vagy, annál inkább nincs energiád. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy a rossz hangulat elvonja, elviszi az energiát. Érted? Szinte elzavarja az energiát. Tehát egy rossz hangulatú embernek nincs energiája.
ráadásul elektroszmog van, ráadásul bevisszük a vegyi anyagokat, netántán még be is adatjuk, és akkor csodálkoznak majd az emberek, hogy azt veszik észre, hogy egyre fáradtabbak, fáradtabbak, minél több ilyen hatás éri őket, minél több stressz, minél több elektroszmog, minél több vegyi anyag, annál gyengébb és gyengébbnek érzi magát az illető, annál is gyengébb és gyengébb lesz. Hát az immunrendszered az te vagy, könyörgöm. Az azt jelenti, hogy ha te gyengének érzed magad, akkor az immunrendszered is gyengének érzi magát. Amikor te jó állapotban vagy és tele vagy energiával, sose vagy beteg. Sose. Sosincs semmi bajod. De csak akkor, ha jó állapotban vagy. És abban a pillanatban minél rosszabb állapotban kerül valaki, annál fáradtabb, fáradékonyabb, annál kevesebb az energiája, és annál kevésbé jól működik az immunrendszere. Tehát minél lustább vagy, annál lustább az immunrendszered. És azért lustább az ember, nyilvánvaló, mert nincs energiája. Mert valami elviszi. És ez a három dolog viszi el alapvetően az emberek energiáját. A stressz, oké, de a stressz csak akkor tud lenni, ha nincs tudásod. Nincs stressz, ha van tudásod. Nem idegesít semmi, ha van tudásod. Akkor idegesít, ha nincs tudásod. Világos ez? Az elektroszmog és a vegyi anyagok. De nem mondanék sorrendet, ez nem sorrend volt, hogy így soroltam föl. Mert ennek mindnek körülbelül ugyanannyi a hatása. Érted? Mindnek ugyanannyi a hatása. És egy olyan világban élünk, ahol nagy tudatlanság, illetve nem is úgy mondanám, nagy tudás kell ahhoz, hogy az ember az élethelyzeteit helyesen kezelje. Tehát magyarul, hogy ne stresszmentes élet, vagy stresszes életet élj. Tehát, hogy ne stresszes életet élj, hanem stresszmentest. Tehát az nagy tudás kell. Milyen tudás? Ember és életismeret. Ahhoz is tudás kell, hogy az ember szembesítse magát azzal, hogy hogyan védekezzen az elektroszmoggal szembe. Mert erre is vannak lehetőségek. Azzal is, arra is tudás, tehát ahhoz is tudás kell, hogy az ember hogyan védekezzen a vegyi anyagokkal szemben. És lehetőleg ellenálljon, hogyha, mit tudom én, valami vegyi anyagot akarnak bevinni neki. Oké? Tehát ennyi. Ha ez ellen nem áll ellen az ember, ezekkel a dolgokkal szemben, illetve nincs kellő tudása, akkor ne csodálkozzon, hogy mindenféle betegség el fogja kapni, és el fogja vinni. Érted? Hova? Hát a halálba. És ha nem kezdenek az emberek olyan tudást szerezni, ami ahhoz kell, hogy ezt a hármat kezelni tudják, akkor tudod, mit fogsz látni? Hogy az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Szó szerint. Körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. Ha bármi tudásra van szükséged, várunk szeretettel, nézz utána, hogy mennyibe kerül, ennyiért úgyse kap sehol se képzéseket, főleg nem ilyen jellegűt. Még ennél jóval többért sem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, használjátok azokat az információkat, amit itt hallottatok, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a fantasztikus előadást. Eszembe jutott, amit említett is Szedlacsik Miklós, hogy ez, amit most hallottunk ezzel a témakörrel kapcsolatban, ez a jéghegy csúcsa. Én már részt vettem azon a képzésen, amelyik teljes körű tudást ad ezzel a témával kapcsolatban, az a neve, hogy leszoktató kulcs. Úgyhogy én azt javaslom, aki nézel minket online előadást, vagy hallgatsz minket, ha még nem tetted meg, akkor nézd meg a weboldalunkon, ott a képzéseink témakörében megtalálod ezt a témakört, és szerintem mai napjainkban ez nagyon időszerű, hogy
legyen tudásunk, mind a méreganyagok kivezetése, tehát a méregtelenítés, mind mindenféle oda nem illő, oda nem való, szervezetünknek nem való anyagok eltávolítása. Úgyhogy ez csak a jéghegy csúcsa volt, én már tapasztaltam, mert elvégeztem azt a témakört, úgyhogy mindenkinek csak javasolni tudom. Ha nem szeretnél fölösleges köröket futni, hogy interneten itt-ott nézegetsz, és találsz bizonyos módszernek mondott leírásokat, én tudom, hogy az nem arról szól. Röviden ennyi. Pár mondatot jó magamról. Végzettségem szerint gépészmérnöknek tanultam, Lébényből jöttem, nős vagyok, két csodálatos gyermeke édesapja, egyre boldogabb párkapcsolatban élek. Miért kezdtem el? Nem tudom, hogy aki most ott nézed az előadást, vagy hallgatod, van-e neked olyan ismerősöd, aki a családban, mondjuk az egyik fő, a szülők egyike, vagy a férj, vagy a feleség, rengeteget van távol munka miatt. Azért, hogy megélhessenek a fizetés bővedelemből, vagy van olyan ismerősöd, aki folyamatosan keresi a megoldásokat, hogy ebből a mókuskeréknek nevezett élethelyzetből kijöjjön, és mondjuk a családdal tudja eltölteni minőségi időt, amit megkeresett pénzjövedelmet éljenek ember módjára. Most én azért kezdtem el, mert ezt rengeteget kerestem, mielőtt megtaláltam Szerdacsik Miklóst és a PPH-t, és én nem találtam. Hogy hány évig keresgettem, azt nem tudom, de 5 és 10 év között az a évek száma, amit keresgettem, és nem találtam, még nem megismertem a Nyílt Akadémiát és a PPH-t és Szerdacsik Miklóst. Úgyhogy én ezért kezdtem el, mert ezen változtatni szerettem volna, és a legjobb úton vagyok, hogy ez meg is történjen. Mit tanácsolok neked, akik nézed vagy hallgatod? Egyrésztről azt, hogy ha nem szeretnél felesleges köröket futni, és nem szeretnél mindig vagy zsákutcába kerülni, és újra tervezni, mint a GPS, akkor ha még nem vagy beregisztrálva, úgy nézed az előadást, akkor regisztrálj be. Vagy ha már beregisztráltál, akkor ne habozzál, és próbáld ki legalább egy hónapra a képzést. Tudom, mert tapasztaltam, hogy aki kipróbálja egy hónapra, úgyis itt fog maradni, mert ilyen tudást sehol nem fog tapasztalni, vagy kapni, és azért itt fog maradni, és tovább folytatja. Én már másodszor kezdtem a képzést. Tehát most hamarosan letelik, és másodszor hallgatom. Tehát röviden ennyi. A szünet után önismeret 4 coach képzésünk lesz, melyen ha lehetőséged van, szeretettel várunk. Ha úgy látja, hogy nem érdekli ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és akkor elköszönünk öntől. Most pedig 25 perc szünet következik.